Teljes szélességében megújulhat Farkaslyuk főútja. Megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Hamarosan megoldódik a szennyvíz elvezetés Kissikátorban. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Teljes szélességében megújulhat a 2508-as számú út Farkaslyukon áthaladó szakasza. A tervek szerint a településen található híd átvizsgálása és megerősítése után zúghatnak fel a munkagépek. A folyamat keretein belül megújulhatnak a buszmegálló öblök, és egy új felszállóhely is létesül. Emellett a gyalogos közlekedést is biztonságosabbá tennék. Régóta húzódó kérdés a Farkaslyukon áthaladó út felújítása. A településen a burkolat állapota az elmúlt esztendőkben nagy mértékben leromlott. Így igencsak időszerű volt egy komolyabb beruházás a Magyar Közút Nonprofit ZRT részéről. Ez a folyamat kezdődött el a napokban, amikor a település főútján található hidat lezárták, és elkezdték a megerősítéshez szükséges munka kivitelezését. Ez folytatása Pázmány úton elkezdett útfelújításnak, egészen az Ózd vége táblától, Farkaslyuk kezdete táblától az Erdészházig fog tartani ez a felújítás. Ez folytatása egyben még a Magyar Falu programnál a mögöttünk látó Eperjes Dűlő utcának is a folytatása, mert itt pont mögöttünk a kereszteződésnél, pont ez a csomópont, ami balesetveszélyes volt, és a híd állapota is, ezért kezdték itt a kollégák a munkálatokat. Március 16-án fog elkezdődni. Faluban nemrég készültek el a buszmegállók, melyek előtt a megállás segítő öblök már nagyon rossz állapotban voltak. A Volán már levélben is felkereste a település önkormányzatát a hiba kijavításával kapcsolatban. Most ez a probléma is megoldódhat. De nem ez az egyetlen pozitív hozadéka a kivitelezésnek. Külön öröm a farkaslyukiak számára, hogy nem csak az útburkolat újulhat meg a településen, hanem többek között egy új buszmegálló is létesül, ami a Csernai felüli oldalon nélők tömegközlekedését segíti. Egyebek mellett egyébként az is kiderült a Magyar Közút Nonprofit ZRT egyik korábbi tájékoztatásából, hogy folytatják az útnak a felújítását, így a Csernai előtt kimaradt 1262 méteres szakaszt is be fogják fejezni az idén. A tervek szerint mintegy 3 hónap alatt készülhet el a kivitelezés Farkaslyuk belterületén. Az önkormányzat és a beruházást végző szakemberek egyébként azon is dolgoznak, hogy a gyalogos közlekedés is javuljon. Járda hiányában ugyanis jellemzően gyorsan közlekedő autók között kell haladniuk a járókelőknek, ami már halálos balesetet is okozott az elmúlt időszakban. Marad a benzinárstopp, lesz üzemanyag. Erről beszélt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója egy rendkívüli kormányinfón. A tájékoztatón elhangzott, hogy szankciókat vezetnek be annak érdekében, hogy a pánikvásárlást visszaszorítsák. A 7,5 tonna feletti gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautók csak nagynyomású kutaknál tudnak vételezni üzemanyagot, ahol a gázolaj értékesítése piaci áron történik. A magyar rendszámú gépkocsik és magyar rendszámú teherautók továbbra is literenként 480 forintos áron tankolhatnak. A mezőgazdasági erőgépek tonnától függetlenül szintén a hatósági árért tölthetik meg a tankokat. Az üzemanyag forgalmazók javaslatára a kormány 20 forinttal csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. A MOL a következő hetekben és hónapokban is képes nagykereskedelmi áron biztosítani az üzemanyagellátást, de ehhez szükség van arra, hogy a spekulációs célú benzinturizmust szorítsuk vissza. A kormány utasította a rendőrséget, hogy rémhírterjesztés miatt minden esetben, amikor a bűncselekmény törvényi tényállása megvalósul, indítson eljárást azokkal szemben, akik valótlanul üzemanyagellátás leállásáról közölnek információkat, és ezzel az autósokat becsapva több száz méteres sorokat idéznek elő a kutak előtt. Ahogyan kértük, hogy azokkal szemben is induljon eljárás, akik nem üzemanyagszállításra alkalmas tárolóba töltenek benzint vagy gázolajat. A város oktatási intézményeiben is megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójáról. Az alkalom tiszteletére műsorral készültek a pedagógusok és a fiatalok.
A diákok hazaszeretetről és magyarságról szóló verseket szavaltak és dalokat énekeltek. A himnusz dallamaival kezdődött a március 15-i ünnepség a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. 1848. március 15-én kitört a forradalom és szabadságharc. Ennek a dátumnak kiemelt jelentősége van mai napig a magyar történelemben. A nemzeti ünnepről a város valamennyi oktatási intézményében megemlékeztek. A magyar nemzeti identitás egyik fontos szimbóluma a 48-49-es szabadságharc, az ahhoz kötődő attribútumok, célok megjelenése, és hát nyilván az ehhez kapcsolódó nagy szimbolikus személyek megjelenése a magyar történelme, gondolunk csak Petőfire. Ezért tartjuk nagyon fontosnak nevelési szempontból is, hogy ne csak a városi rendezvényen, vagy a rendezvényre ösztönözzük a diákjainkat, hogy kimenjenek, hanem iskolai rendezvényeket is megvalósítsunk, hiszen itt kicsit talán elszakad a lexikális tananyagtól az a szemlélet, amit szeretnénk mindenképpen a nevelési elveink között megjeleníteni. Az intézmény 10. osztályos tanulói a hazaszeretethez, a magyarsághoz kapcsolódó dalokat és verseket adtak elő. A repertoárból természetesen nem hiányozhatott a nemzeti dal sem, amit együtt, közösen szavaltak a fiatalok. Mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, majd rabok tovább nem leszünk. A Vasvárúti Általános Iskolában több évfolyam tanulói álltak a színpadra. A műsor létrejöttét hosszú hetek betanulási folyamata előzte meg. A táncos lányok magyar motívumokat felvonultató szoknyában, még akadtak fiúk, akik díszhuszár öltözékben álltak az intézmény aulájában. A műsort az alsósoknak és a felsősöknek külön-külön is előadták. Az intézmény központjában elhelyezett padokon pedig nem csak iskolások, hanem óvodások is helyet foglaltak, akik figyelmesen nézték végig a megemlékezést. Az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 174. évfordulóját ünnepeljük. A legfontosabb talán az, hogy végre újra közösen. Hogy az elmúlt két évben nem nyílt arra lehetőség, hogy közösen tudjunk ünnepelni. Most a Vasvárúti Általános Iskola egésze, illetve kiegészülve a Katona József úti óvodásokkal közösen tekinthetjük meg a műsort. Én azt gondolom, hogy az ünnepek közös megélése talán a legfontosabb egy ilyen időszakot követően. Az elmúlt két esztendőben a járvány miatt nem lehetett a szokásos formában megtartani a megemlékezést, de idén újra közösen ünnepel a város a Petőfi téren március 15-én. Délelőtt 10 órától Janicsak Dávid, Ózdváros polgármesterének gondolataival kezdődik az esemény sora. Az alkalom színvonalát az Ómi Zenész Színház, a Szabad Szombat Tánc Együttes és az Ózdi Néptánc Egyesület tagjai emelik majd. Városunk vezetői mindenki jelenlétére számítanak, hiszen a 48-as ifjak öröksége fontos, hiszen ők az életüket áldozták azért, hogy a magyar nemzet szabad legyen. Mentőhelikopterrel szállították a megyei kórházba az Ózdi Sport és Élményközpont egyik karbantartóját. Munkahelyi baleset történt ma délelőtt a Marosi István városi sportcsarnokban. Helyszínen szerzett információink szerint két dolgozó a világítást szerelte, amikor megtörtént a baj. Azonnal értesítették az országos mentőszolgálat munkatársait, akik több mentőautóval és egy helikopterrel is a helyszínre siettek. Mindkét férfi megsérült az eset során. Hogy milyen mértékű ütést szenvedtek, arról egyelőre nem rendelkezünk információval. A baleset bekövetkezésének körülményeit a munkavédelmi hatóság és a rendőrség is vizsgálja. Egy közlekedési baleset is történt ma délelőtt Ózd kivezető szakaszán a 25-ös főút mentén. Két jármű ütközött össze. Helyszínen szerzett információink szerint egy sötétkék Ford Transit és egy piros kis teherautó csapódott egymásnak. Előbbi hátulja összezúzódott, az ablaküveg kitört, és minden az úttestre szóródott. Az Ózdi rendőrkapitányság munkatársai a helyszínelés ideje alatt félpályán irányították a forgalmat. Az eset pontos körülményeiről, személyi sérülésekről és az anyagi kár mértékéről egyelőre nem rendelkezünk információkkal. Hamarosan megoldódik a szennyvízelvezetés Kissikátorban.
A településen a mai kor követelményeinek megfelelő modern szennyvíztisztító telep épült, és az ehhez szükséges rendszer is elkészült. Már csupán az utolsó simítások vannak hátra a beüzemelésig. A faluban nagyon várják, hogy rácsatlakozhassanak a hálózatra. A kissikátoriak még 2016-ban nyertek el egy Európai Uniós közel 150 millió forintos vidékfejlesztési pályázatot, amelynek keretében egyedi formában valósulhat meg a szennyvízelvezetés és tisztítás a településen. A faluban minden követ megmozgattak azért, hogy ez a projekt megvalósulhasson. Bár a beruházás egy része 2020-ban elkészült, de finanszírozási gondok miatt csak most tudták folytatni, egy új alvállalkozó segítségével. Nagy öröm számomra, hogy már itt állhatunk, mert ugye több éven keresztül készült ez a beruházás, nagyon sok akadályon kellett átküzdeni magunkat, hogy idáig eljussunk, de én úgy gondolom, hogy végre, most már rövid időn belül a kisikátoriaknak, hogy úgymond összkomfortos lesz a falu, mert már csak a szennyvízterep hiányzott ahhoz, és a szennyvíztisztító rendszer és a szennyvízelvezetés, hogy Kisikátorban mindenféle közmű meglegyen. A telephely már végleges formát öltött, azonban még nem üzemel. A hálózatot át kell nézni, és egy átemelő szivattyút is ki kell építeni. A munkálatok már nagyon a végén járnak. A lakosság ezt követően tud majd rákötni a gerincvezetékre. A rendszer különlegessége, hogy teljesen új, korszerű eljárással dolgozza fel a beérkező szennyvizet. A kivitelező vállalat szakemberei bemutató telepként tekintenek a helyszínre. A mi cégünk tekintetében is egy különleges dolog, tehát ez egy minta projektnek tekintettük mi is. Magát a berendezéseket már telepítettük több helyen, csak itt most összecsoportosítottunk több berendezést egyszerre, és így nem házaknál oldjuk meg közvetlenül a szennyvízkezelést, hanem az egyedi szennyvíz tisztítás most egy ilyen telepszinten több berendezéssel összekapcsolva oldjuk meg. Tehát ez egy különleges, nekünk is egy nagy kihívás ilyen szempontból, és az első mint a projektünk. Egy komplex körforgást alakítottak ki. A szennyvíz az átemelő aknán keresztül érkezik, amelyet több berendezésre szétosztanak, és még egyszer visszaviszik egy puffer tartályba. Itt sokkal ritkábban kell üríteni a rendszert. Nagyobb a tisztítási hatás. A telephelyet érzékelőkkel, szenzorokkal és korszerű vezérléssel szerelték fel. A beérkező szennyvíznek mérik többek között a pH értékét, oxidáció szintjét és a hőmérsékletét is. A folyamatos üzem során állítják majd be a szükséges levegőmennyiséget, amely a kompresszorokat működteti. Ha vegyszer vagy környezetszennyező anyag kerül a telepre, azt is nyomon tudják követni az interneten keresztül. A próbaüzem körülbelül 2 hónap múlva esedékes. Újraindult a világjárók sorozat az Ózdi Városi Könyvtárban. Az első előadó K.L. Árpád volt, aki 1 hónapot töltött Ausztráliában. A beszámolón sok különlegességet mutatott be, többek között az ország szokásait, kultúráját és építészetét illetően. Az esemény szép számú érdeklődőt vonzott. Az Ózdi Városi Könyvtár több mint 10 évvel ezelőtt indította útnak világjárók sorozat elnevezésű rendezvényét. Ennek keretében olyan előadókat hívtak meg, akik egy-egy általuk alaposan megismert országot, területet mutattak be az érdeklődő közönség számára. Céljuk az volt, hogy ezzel színesebbé tegyék programjaikat, azonban a sorozat megszakadt. Világjáró sorozatunkat 2010 novemberében indítottuk el. Akkor évente többször megrendeztük ezt a sorozatot, hiszen nagyon sok helyre elkalauzoltak minket az előadók. Akkor jártunk Nepálba, Alaszkába, Székelyföldön, és mindenki, ha csak egy képzeletbe jártunk, ugyan csodás képek és élménybeszámolók segítségével. Most úgy gondoltuk a járványhelyzet elmúltával, hogy ismét ezt a sorozatot felélesztjük, és elkezdjük évente többször megrendezni. Így a mai alkalom az első, amikor is Ausztráliába fog minket K.L. Árpád elkalózolni. Az ózdi származású K.L. Árpád 2018. szeptemberében munkalehetőség miatt utazott ki Ausztráliába, ahol sok különlegességgel találkozott. Egy hónapot töltött az országban. 4 várost járt be, ugyanis különböző színházi előadások technikai hátterének megvalósításában segítkezett. Ez idő alatt számos ismeretet szerzett a helyi szokásokról, építészetről, állatvilágról és kultúráról egyaránt. Úgy gondolta, fontos bemutatni ezen ismereteit a távoli helyről. Saját készítésű képeit, videóit mutatta meg a közönségnek, amelyekhez mindig hozzáfűzött egy-egy emlékmorzsát. Én úgy gondolom, hogy Ausztrália talán tőlünk a legmesszebbre lévő ország.
nagyon nehéz eljutni, ugye már a vízum sem igazán egyszerű, hogy megkapja az ember a vízumot, nem beszélve a költségekről, ugye a repülőutazás, maga az ottani áraknak is elég magas költségek vannak. Így úgy gondolom, hogy emiatt egy elég kuriózum ország, másfelől meg amit ugye láttunk, tapasztaltunk, megismertünk, az ottani életvitel, az ottani élet az annyira más hozzánk képest, hogy én úgy gondolom, hogy ez kuriózum európai fejjel. Kiemelte az ottani nyugalmat, előzékenységet és kedvességet, ami árad az emberekből. Képeket mutatott különböző városokról, épületekről, tengerpartról és a csapatról, akikkel együtt élhette át ezt a kalandot. A beszámoló végén a megjelentek feltehették kérdéseiket, amelyekre az előadó készséggel válaszolt. A Magyarország tortája verseny kétszeres nyertese látogatott városunkat tegnap délután. A Nemzeti Filmtörténeti Élménypark ebben az évben is folytatja tematikus estjeinek sorozatát, amelynek apropóján most a desszertek kerültek a főszerepbe. Dr. Ádám Eszter Szó Gellért mestercukrásszal beszélgetett, aki 2015-ben és 2016-ban is megnyerte a nívós elismerést. A jelenlévők hallhattak a 10 évvel ezelőtt nyílt cukrászda indulásáról, a vezetők motiváltságáról és az általuk készített süteményekről egyaránt. Ezek mellett 3 darabból kóstolót is kaphattak a megjelentek. A beszélgetést követően egy francia vígjátékot vetítettek. Sorsdöntő mérkőzés vár az alapszakasz utolsó fordulójában az Olmos DKC felnőtt együttesére. A miénk a PIK Szeged U21 csapatát látják vendégül szombaton este 18 órakor a Marosi István városi sportcsarnokban. A járványügyi korlátozások feloldása miatt már nem kötelező a védettségi kártya a találkozón való megjelenéshez. A vezetőség döntése értelmében erre a mérkőzésre ingyenes a belépés, hogy minél több hazai drukker segítse a srácokat a felsőházi tagság megszerzésében. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Teljes szélességében megújulhat a 25.08-as számú út Farkaslyukon áthaladó szakasza, de a buszmegálló öblöket is rendbe teszik, és a gyalogos közlekedés is biztonságosabbá válhat. Megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az alkalom tiszteletére műsorral készültek a pedagógusok és a fiatalok. Hamarosan megoldódik a szennyvíz elvezetés Kissikátorban. A településen a mai kor követelményeinek megfelelő modern szennyvíztisztító telep épült, és az ehhez szükséges rendszer is elkészült. Újraindult a világjárók sorozat az Ózdi Városi Könyvtárban. Az első előadó K.L. Árpád volt, aki egy hónapos ausztráliai utazásáról számolt be a megjelenteknek. És most nézzük, milyen időjárás várható holnap. Szombaton is napos, csapadékmentes időre van kilátás. A légmozgás mérséklődik, a keleti szél csupán néhol élénkül fel. Újabb csípős reggelre ébredhetünk, térségünkben hajnalban mínusz 3 fok lesz, míg napközben plusz 6 fokig melegedhet a hőmérséklet. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradunkat követően Harangszó című egyházi magazinunkat ajánlom figyelmükbe. Rejtő Hanna már várja Önöket. Friss hírekkel legközelebb szerdán jelentkezünk, szombaton és vasárnap pedig a 168 órával jövünk. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!